Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a Gabriel Vlog csatornán. Nagyon szépen köszönöm, hogy megint itt vagytok. És hát megint egy érdekes videóval készülök, ugyanis a gyűjtemény egy picit változott, és megint csereberék történtek, úgyhogy hihetetlen, hogy megint milyen dolgokkal szorakozunk. Folyamatosan ez van, de hát ez hoz nekünk boldogságot, és tényleg elképesztő, hogy mennyire imádunk ilyen dolgokkal foglalkozni. Most egy nagyon jó barátommal történt meg egy csere. Ugye nekem a Triumph Heraldom meg van már néhány éve, és történt egy kis csere, úgyhogy a Triumph helyett érkezett a családba a Citroen BX és a Renault 4-es, a Triumphot pedig kihaláztuk a garázs legmélyéből, és új tulajdonosához szállítottuk, Attilához, akinél egészen jó kezekben lesz továbbra is az autó, és azt gondolom, hogy az ő autói is nagyon jó kezekbe kerültek ide hozzám. Úgyhogy ezt a kis szórakozást szeretném nektek is megmutatni. Este van, december, és mivel mi mással is szórakozhatnánk jobban egy ilyen nap, mint hogy megyünk megnézni egy Citroen, egy veterán autóval. Szia! Ezek kellnek ide, mi? Uh-huh. Géder. Ja, igen, azt belső géder. Igen, aha. Ezt nem vettem el. Uh-huh. Ezek még fel sincsenek szerelve, még tiszta újok. Az mi? Hát ez az, hoppá, bocsánat, ez a bogárnak az alkatrésze. Igen? Igen, nem betettem ide. Ezt ki kell. A mindegy, majd kiveszem. Hát ezek a... Ja, az ajtókárpit. Aha. Uh-huh. Hát a levegőszűrő. Az igen, a levegőszűrő. Hát az. Uh-huh. Ezek tiszta újok, még festőnk. Egyet ja, ez a másik felére van? Igen, és elől is ja, van, igen, mind igen, a négy. Fel kell rakni. Aki nem szerelte fel, ő megcsinálta a ujjon, uh-huh. És az üléseket is nézett tiszta, 600 euró volt között az ülés. Mi megcsinálja mind az egészet. Uh-huh. És akkor... Még ide. Uh-huh. Még ide, kipufogó rendszer, tiszta ujjon, tehát egész hátra. Aha. Mert hát azt vettem le, mert itt elzártam ezt a... Jaj, láttam, ha. Hogy ne kapjon annyi levegőt. És ott van hátul, csak rá kell tenni, ez a levegőszűrő is megvan. A Maxim bácsi lesz majd, ezt szorakozik vele. Én szétszedtem a karburátort, hogy nézzem meg a... hogy állítson be. És uh-huh. Beállítottam azt, hogy be tudtam indítani. Hát nem volt beindítva, hogy tizenvalányira. Igen. És kínlottam, hogy indítsam be, főzte a vizet, minden, mert nem tudtuk, hogy milyen volt. Kellett levegőztessem. Uh-huh. Akkor levegőztettem, tudottam antigelt belé, uh-huh. És kegy akkumulátor, az nem volt benne, uh-huh. És kegy egy kapcsolót tenni, hogy induljon be a ventilátor, már az még direktben volt, tudod? Aha. Na, én sokat kínlottam, eddig beindítottam. Fajn, kínlottam vele, szétettem karburátor, gyújtást, mindent, uh-huh. Érted? Egy fél nap kínlottam vele, uh-huh. De beindult. Aha. Van, szépen beindult. Most is megy, vagy? Persze. Aha. Ha teszek egy akkumulátort, egy kicsi benzin, szoktam ezt tenni, egy kicsi benzin, most már rég nem volt beindítva. Aha. Ide. Igen. Akkor beindul, aztán akkor menjen. Hogy mennyi, érted, hogy... Okay. Nagyon jól megy. Kapcsolást elkezdve minden. Uh-huh. Mondom, elég sok pénzt. Egy olyan 2300 euróba áll neki, hogy felújította minden. Érted? Lefestette, új szett motor tett bele, minden. Uh-huh. Na, csak kell még egy kicsit foglalkozni vele. Aztán tavasszal ott... A lámpákat is lehet, hogy meg kell nézni, mert lehet, hogy nem égnek, de azt hiszem, hogy égnek, a jelzők is égnek. Uh-huh. Most már nem tudom pontosan, hogy még... De így nagyon jó bőrben van. Uh-huh. Le volt csontolva az egész. Igen. Láttad? Travi? Igen. Ez egy szép színe van. Ezt tudod meg, Travi? Nem. Attilának TB. Volt Travia. A zöld. Sárga. Sárga. Ja. Sárga. Ezt már akartam akkor venni. Mi voltak a pillangók? Igen. Én lefestettem, hogy valami rendbe akartam tenni. És jól működik, nagyon jól megy az autó. Nagyon szépen megy. Nagyon szépen megy. Most is úgy megy, hogy teszek egy kicsi benzin neki, buff, robban. Ha vett egy eladó? Hogy? Ha ezt is eladom.
Tudja, kutya. Ez volt az első autóm, a régi autó, az 58 éve vettem meg tőle. 78 éve. Le is festettem az egészet. Mindenhol ilyen szép. Igen. Ki volt szedve, minden, Géder, minden. Jó, le kell a motorinát. Itt van a kicsike. Aha. Én ilyen dízelt még nem láttam, hogy így induljon. Igen? Honnan mondom. Te egy dízel, hogyha rendben van, nem kap se a farcs levegőt, az izógyártyák jók, az kell induljon. Olyan szépen megy te, hogy ez borlasztó ember, komolyan. Ha nézd meg. Hozzám be a üzemanyagot. Akkumulátor beindítsa. Mert fennebb volt, egy kicsit félreállt, tudod? Aha. Így indul. Most fog emelkedni. Látod? Aha. Meg kell mutassad, hogy hol kell azt az olajszintet mindig nézni, hogy ne hogy. Itt van, én látod? Aha. Most középen van. Igen. És adott fel egy ilyen vonalat, látod? Ezt hol kell tölteni? Hát így lenni, kiszedem. Ja, aha, jó. Mert azt mondta, hogy a pompa ott van fenn, látod, egleg fenn van. Igen. És hogy ne kapjon levegőt, mert ott tönkre megy a pompa. Az maximumig lehet tölteni, ameddig ott, ameddig egészen van? Egészen mindig. Most félig van, látod? Aha. Hát nem maximumig. Igen, igen, jó. De én nem tököttem utána, nekem mind ott fenn. Igen. Nincs emelője, hanem egy csak egy ilyen bok, mert felemeled az autót, a hidraulikával beteszed alá, és rájönged a csinálni. Jaj. Nézd meg, hogy mindent fantasztikus lehet, tömörök. Itt van egy idő, ezt egy viszont a felülön tettem vissza. Ez dolgó. Jaj, leszorítva. Igen, már levettem az akkumulátort. Láttam, hogy töltsön fel. Holnap is szalakom. És ide hozzuk a Triumfot? Igen. Nem biztos. Lehet. Uh-huh. El fogom mindig, hogy felnézni, hogy csinálják. Ja, na. Az a legjobb. Kifért? Hazagurultam az autóval, hát mindenképpen most elhoztuk a Citroent, és valamelyik nap a héten, hogyha kicsit szebb idő lesz, akkor elhozom a 4-es Renault-t is, azt is
természetesen napfénybe is körbe fogom filmezni nektek, és hát a Triumph megy helyettük, úgyhogy azt is majd megmutatom, hogy kihalásszuk a garázsból, és aztán egyelőre hazaviszem most a Citroent, holnap átnézegettem, amit most tudok, hogy amióta hazajöttünk vele, nagyon szépen megy, szépen viselkedik az úton, tényleg olyan, mint hajó. Úgyhogy holnap még jelentkezem. Menjünk egy jó kis kört vele így világosságban is. De szép köstér. És egyelőre nem fogok más csinálni, csak autózom vele egyet, és valamikor délután, vagy holnap megpróbálom elvinni és kitisztítatni a belsejét, lemosni, és akkor lehet tovább autózni már ilyen időben. Elég kár kivinni az útra. Mielőtt belülnél, ezt szeretném neked mondani, hogyha eddig azt gondoltad, hogy a Merci kényelmes, ez akkor nagyon. Fotel. Citroen Renault 4-es cserét ejtsük meg, úgyhogy most valahogy ki kell halásszuk a Triumphot a garázs mélyéről. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül majd, mert legalább 2-3 autót ki kell hoznunk ahhoz, hogy azt onnan ki tudjuk halászni.
hogy van a váltás, ahogy? Ugye? Aha. Itt, kettes, hármas, négyes, így a lüktet. Aha. Hát, az kohogy. Azt kell onnan kihozzuk. Na, csak egyszer. Ezzel kezdjük. Fenn nincsen kiáratott tejű? Hát van, de ott most biztosan eltünk oda. Azzal meg lesz a fá... De meg most láttam, hogy nem neki hátra, mert pont ott van az oszlop. Lehet nézni, mik vannak itt? Persze. Fiat. Tudod melyik, ha tudnám, nem tudom, hogy drágák azok a... A kisebbik Fiathoz 600-os vagy 500-os? Van 500-os. De az 500-os van, lehet kapni valahol? Le, Olaszországban a legtöbb abból. A régiből van még ott? Igen. Ott... Nekem az a gyermekkoromban összeretem azokat az autókat. Van, én is nagyon szeretem. Tudom, hogy... Aposomnak volt azt mondják ilyen, mikor legény volt, mikor nősült meg. Ennek a plusz szív. Itt ez a minusz. Nem is volt festő? Nem. Ez gyári festés. Ez a plusz. Ez is ez a minusz. Kicsit fel kell pompálni, meg ne csukd le. Az volt, hogy kell a pompa. Igen? De nem itt van. Itt van mi? Ameddig érzed, hogy jön? Van káma, igen, jó. Jó? Na, nekünk is ilyen volt gyerekkorunkban. Lássuk az a...
Minden este nyílik. Most már láttam, az előbb néztem, hogy kinyitottam. Hát nagyon könnyen lehet szerelni, az a jó. Hát értem, sok mondom, még nem láttam ilyet. Szangulautóknak majdnem mindig így van. Na gyere, menjünk a békébe. Egész látom. Mit? Arról? Nincs, nem akart, hogy letaszítsuk se. Hát hogyha ezt megteszi, van, tesz át. Oda be kéne a fiát mellé, csak hátra kellett volna. Ja, jöjj, de hátra itt nem tudom megfordulni. Hát lehet, hogy megfordulni. Hát csak indítsuk, de nincs kimelegedve. Vagyis motoros megindítottam, nem melegedett meg. Igen, igen. Ha ki kéne égjenek. Igen. Hogy jó. Ez volt tehát a jó kis csereberés videóm, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek, és iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, és nyomjátok egy lájkot, ez ugyanis nekünk nagyon-nagyon jól esik, és remélem, hogy tetszett nektek, és legközelebb is ellátogattok ide hozzám a csatornára. Hát azt mindenképpen hozzá kell tenni ehhez a videóhoz, még így a végére, hogy december 15-e van, úgyhogy mi még decemberben is ilyen dolgokkal szórakozunk, de hát ez már szerintem nem lesz másképp. Köszi szépen még egyszer, legyen egy szép napotok, sziasztok!